Növények átfelelése a határban, Györfi galéria, tetőbontással jutott be a betörő, Karcagváros jegyzőjének tájékoztatása. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. február 16-án 18 óra 5 perckor. Domján Sándor mezőgazdasági szakemberrel arról beszélgettünk a karcagi határban, hogy az enyhetél miként hatott a kultúrnövényekre, és mi várható a következő napokban. Domján Sándorral, a Kunargó 21 Kft. Főmérnökével arról beszélgettünk a határban, hogyan sínlették meg a növények az enyhetelet, és mi várható. Egy olyan télnek lejárunk a vége fele, hiszen azért még nincs vége ennek a télnek, ami kicsit volt csak klasszikus. Szerencsére volt egy, talán, ha akarjuk, kettő hét olyan, ami télre hasonlított, tehát a többi része az egyáltalán nem. Akkor szépen is nézett ki a határ, volt egy pici hó, sokkal többre lett volna szükség, és a fagyra is sokkal többre lett volna szükség. A kártevő kórokozók gyérítésében nagyban segítkezett volna ez a gazdáknak. Hát ez most megint elmaradt, mint az előző években. Tehát ez azt fogja jelenteni, hogy magasabbak lesznek a költségek, nagyobb odafigyelést fognak igényelni a növények, de hát ezért vagyunk gazdálkodók, hogy erre figyeljünk. Nálunk sosem áll meg az élet, hiszen állattenyésztésünk is van, sőt újra egyre nagyobb mértékben van állattenyésztésünk, sertéstartó gazdaság vagyunk, nem csak Karcagon gazdálkodunk, de itt Karcagon is újra benépesítettünk már két sertéstelepünket. Itt mi csak hízlalunk, a más telepeinken előállított malacot szállítjuk ide, és azokat hízlaljuk meg. Mi almos tartásra álltunk át, mert hisszük és valljuk, hogy a természetes tápanyag visszapótlás, tehát az almos szelves trágya, az a legtökéletesebb tápanyag visszapótlás. Azzal lehet legjobban serkenteni a talajéletet. Természetesen mi is rákényszerülünk műtrágyára, illetve egyéb anyagokra, de ezzel kiegészítjük. Egy kicsit a mezőgazdaság kettőségét is próbáljuk ezzel kiegyenlíteni, hiszen most ebben az évben, az elmúlt évben az árakat nézem, akkor nagyon jó volt növénytermesztőnek lenni, és nagyon rossz volt állattartónak lenni, hiszen a sertés ára lefele, nagyon durván lefele tendál, a termények ára pedig fölfele, de hogyha mindkettőt csinálja az ember, akkor azért tud nivellálni, tud egy olyan egyensúlyt kialakítani, ami biztonságossá teszi a gazdálkodást, és hát azért itt a karcai gazdáknak van még egy óriási lehetősége, akik az OSSAN háztáji sertés programban részt vesznek, ők azért most is jelentősen magasabb árat kapnak az előállított sertéseikért, mint az igen alacsony pillanatnyilag kialakult piaci ár. Az esős idővel évvégén küzdöttek a gazdák a betakarítás, a talaj előkészítés és a vetés idején is. Az esős időjárás miatt a gazdálkodók küzdöttek a talaj előkészítéssel, küzdöttek az ősziek vetésével, vagy nagyon korán sikerült elvetni, vagy nagyon későn sikerült elvetni, akár az őszi kalászost, akár a repcét, még egész késői próbálkozások is voltak a klasszikus időtől eltérően. Én szurkolok annak is, aki így vetett, hogy legyen neki is egy jó közepes termése. Csúcs termés az már emiatt azért nem lesz, de legyen egy jó közepes termése, hiszen mindenkinek az a jó, hogyha boldogul a gazdatársadalom. A végén az élelmiszerek ára is úgy elfogadható, hogyha megfelelő a termésszint. Az előzetes tervezéshez nagy segítséget ad a Karcagi Kutatóintézet Liziméter parkja is, amit jobban figyelnie kellene a gazdáknak. Mert sajnos nem tudja mindenki, hogy itt van egy nagyon jól működő Liziméter park, amivel nagyon jól lehet azt látni, sőt pontosan lehet látni, hogy a növények, illetve a talajfelszíni párolgás és a csapadék milyen arányban van. Tehát, hogy mínuszban vagyunk, egálban vagyunk, vagy pluszban vagyunk. Ezek az adatok szerintem szükségesek ahhoz, hogy a legokszerűbb talajművelést tudjuk alkalmazni évente, hiszen ez évente változik, hogy mi erre van szükség.
Tehát én nagyon örülök, hogy van egy kutatóintézetünk, nagyon örülök, hogy marad egy kutatóintézetünk, és örülök, hogy folytatni fogják ezt a munkát, de ez csak az egyik ága a munkájuknak, hiszen ne felejtsük el, hogy számos kalászos fajtája van ennek az intézetnek. Ők nemesítették, ezen a talajon nemesítették, annyira ebbe az éghajlatba, hogy itt helybe, de beszélhetünk itt a bükkönyfélékről, beszélhetünk a cirokfélékről, illetve a szudáni fű és a cirok hibridjeiről. Nagyon jó hozamú, nagyon jó minőségű fajtákkal rendelkezik a Karcai Kutatóintézet, és hát örömemre szolgál, hogy a karcai gazdák ezt honorálják is azzal, hogy el is vetik ezeket a magokat. Mi magunk is szoktunk vásárolni ezekből a vetőmagokból. A KFT is az ottani vetőmagot vásárolja területeire. Már a tanév elején beszámoltunk róla, hogy ebben a tanévben is megrendezik a Györfi Galériát. A művek elkészültek, az alkotásukat az iskola aulájában lehet megtekinteni. A Györfi Sán Katolikus Általános Iskola könyvtárában Kovács Miklós igazgató asszonnyal beszélgetünk így gyönyörű makettek előtt, hiszen a Györfi Galériának a pályázatára érkeztek ezek az alkotások, de mi volt idén a téma? Két témát határoztunk meg az idén a Györfi Galéri, hozzunk létre Györfi Galériát makett és rajzpályázaton. Megegyezett a két téma a helytörténeti pályázatnak a témájával. Az egyik a Kunkapuk Karcagon, a másik pedig katolikus emlékek Karcagon. Mint ahogyan itt mellettem is látható, szép számmal érkeztek pályamunkák, nem csak makettek, hanem rajzok is, amelyek a folyosón vannak kiállítva. Itt tényleg látunk nagyon egyszerűtől, de nagyon míves munkáig is, ezek mind a gyermekalkotások. Mint ahogyan lehet látni a dokumentációkat is, vannak olyanok, amelyek a szülőkkel együtt készültek, és nagyon becsületesen oda vannak mellé téve a dokumentációk is, hiszen én úgy gondolom, hogy ennek az az értéke, hogy a szülő és a gyermek együtt alkot. És a szülő megmutatja a gyermeknek, hogy hogyan lehet egy ilyen néphagyományt tovább folytatni. Itt van például a két fából készült kunkapu, amit egy testvérpár készített, és én nagyon becsülöm a szülőt, aki mind a két gyermekével elkészítette, és fotóval dokumentálták, hogy milyen lépésekben és hol voltak, melyek voltak azok a munkafázisok, amelyekben a gyerekek is kivették a részüket. Aztán van még sólisztgyurmából készült kunkapu is, illetve különböző oromzatok, culápok elkészítve. Itt is a szülővel együtt, illetve a nagyszülővel együtt készült az alkotás, amit én úgy gondolok, hogy mindenféleképpen dicséretes, mert amikor együtt alkot egy nagyszülő és egy unoka, én úgy gondolom, hogy annál nagyobb élmény egyik fél számára sincsen, és ráadásul, ha még szellemi, kulturális örökséget is átörökítenek, az meg aztán igazán példás, és úgy gondolom, hogy ápolja a mi iskolánknak a hagyományait. Hány pályázat érkezett, és hány iskolából, és egyáltalán a szakmai zsűri ki volt most ebben az évben? Hozzunk létre Györfi Galériát, azt csak iskolai szinten szoktuk megszervezni. A helytörténeti pályázat az, amelyiket városi szinten. A Hozzunk létre Györfi Galériának a rajzpályázatoknak az értékelését a kollégáim végezték el, a rajzszakos kollégának az irányításával. A makett pályázatokat pedig dr. Eskovács Ilona etnográfus véleményezésével alakítottuk ki, aki a Nagykunsági Népművészek Egyesületének az elnöke, valamint az egyesületnek a titkárával, Gál Andrásnéval alakítottuk ki a helyezéseket. 14 gyermek pályázott a makett pályázatra, és 100-nál több rajz érkezett a rajzpályázatra. Kik adják át hamarosan kezdődő diátonon a díjakat? Hát sajnos a járványügyi helyzet most nem engedi azt meg, hogy külsősöket behívjunk. Így is nagyon hálás vagyok Ilona asszonynak, hogy bejött és segítette a munkánkat, hiszen a helytörténeti pályázatoknak a kunkapus pályázatait is ő zsűrizte. De csak szigorúan zárt körben történik az eredményhirdetés. A díjazásban részesülő gyermekeket hívtuk össze, és ott
mi fogjuk átadni a kollégáimnal a díjakat a gyerekeknek, amelyek nagyon szép díjak, hiszen a Nagykunsági Népművészet Egyesület is ajánlott fel, amit hálás szívvel köszönök meg, Andrássy Mihálynak a mézes kalácsait. Az aprólékos adatgyűjtés vezette el a rendőröket a lopás sikeres felderítéséhez. A tetőt bontotta meg, azon keresztül ment be a lakóépületbe a feltételezett elkövető jászkíséren. A tetőt bontotta meg, azon keresztül ment be a lakóépületbe a feltételezett elkövető jászkíséren. Nem tudtunk a dologról semmit, csak azt, amikor már jöttek a rendőrök, hogy valami történt, vagyis nekem szólt a tulajdonos asszony, Margóka, hogy betörtek, menjek át, mert félbe menni. Bementünk, tényleg felforgatva minden, akkor arra gondoltunk, hogy az ajtón jött be, mert nyitva volt az ajtó, de nem volt felfeszítve ezt. A rendőrök meg is állapították, hogy nem az ajtó jött be, mert nincsen feszítési nyom, hanem a tetőn. Feltépte a cserepet, és ott bebújt a padláson, meg leereszkedett. És akkor összeszedett ilyen régi tonett székeket, azt hiszem 5 darabot vitt el, akkor cipőt cserélt, utána meg el is vitt csomó mindent, úgy tudom, hogy befőttet, vagy 10 üveggel, és akkor azt talán meg is találták ott, mert a rendőrök ebből kifolyólag, hogy ez már több helyre betört, rögtön tudták, hogy kihez menjenek. És akkor felkeresték ezt az illetőt, és akkor ott megtaláltak ilyen címkéket, amit Margó a befőttes üvegekre rá szokott ragasztani. Megmutatták neki, és így talált, tehát ott vannak a holmik. Igazán nem tudta ő se, hogy mi mindent vitt el, tehát ilyen szörnyű dolog. Hát igazán nem tudjuk, mert mi itt a szomszédban semmit nem vettünk észre. A Jászberényi Rendőrkapitányság lopásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. A rendelkezésre álló adatok alapján egy jászkíséri lakatlan családi házba tört be a tolvaj. A jogsértő az ingatlan tető szerkezetét megbontotta, a lakóépületbe bemászott, és több pár különböző méretű cipőt, falfestéket és vízforralót tulajdonított el. A rendőrök a nyomozás eredményeképpen 2021. február 12-én előállították a jászapáti rendőrőrsre egy 24 éves jászkíséri lakost, ahol gyanúsítottként kihallgatták. Hírműsorunk végén Rózsa Sándor Karcagváros jegyzőjének lakossági tájékoztatása következik. A fászárú növények ágai a villamos energia ellátás üzembiztonságát nagy mértékben zavarják, esetenként veszélyeztetik, ezért az ingatlan tulajdonosa, kezelője köteles a saját ingatlanán és ingatlana előtt a vezeték biztonsági övezetét érintő növények ágait eltávolítani, ha azok a szabad vezeték biztonsági övezetének határain belülre nyúlnak. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa, kezelője nem tesz eleget kötelességének, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati ZRT a Béres Erdészeti Szolgáltató Kft.-vel 5300 karcag, erdészlak 42 fogja Karcagváros közigazgatási területén a villamos energiahálózat biztonsági övezetében a gajazási munkákat elvégeztetni. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!